Jön az egyik legjobb rész, amikor nagyon-nagyon sok finom dologról fogunk beszélni, amelyeket aztán mindenki megkóstolhat, például a Magyar Ízek utcájában majd augusztus 18-a és 20-a között. Itt van már a stúdióban Novotny Antal, Kattan Tóni. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusztok! Amikor legutóbb találkoztunk egymással, akkor még nem lehetett tudni, hogy az ország tortája mi lett, vagy a cukormentes torta, illetve hogy az ország kenyere lényegében az mely sütődéből került ki. Most már ezeket lehet tudni, úgyhogy beszéljünk erről, hogy mennyire izgalmasak ezek a költemények, mert talán lehet így fogalmazni, mindenféleképpen nagyon érdekesek. Itt már mi is találkoztunk a stúdióban a tortákkal. Személy szerint neked hogy tetszik például a mákvirág, vagy éppen a zöld málna? Ez egy nagyon jó kérdés. Minden évben nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy mi kerül ki győztesen a cukrászok versenyébe. Nagyon izgalmas és nagyon valódi versennyé vált itt a 18 év alatt egyébként ez a megmérettetés. És nagyon érdekes, hogy hogyan alakul a verseny. Idén például a mákvirág, ami egy elképesztően jó játék a mákkal, a mákizekkel, a fekete szezámmaggal. Nyilván a kötelező roppanós rét, crunchy, fluffy és szószi rétegeknek ezek a változásai, vagy a megjelenés a süteményben, az nyilván hozza a kötelező trendi jelleget, de hogy bejön ez a mák íz, ami nagyon, nagyon erőset üt rajta. Én, aki egyébként nem vagyok mákrajongó, nagyon nagy élvezettel ettem belőle. A málnál, ugye a cukormentesnél meg mindig az a kihívás, hogy mennyire lehet behozni egy izgalmas, teljes értékű sütemény élményt egy cukormentes és majdnem mindenmentes süteménnyel, és ez pont a málnával, a málna hegyes savasságával és a pisztáciával egy olyan kombó jött létre, hogy teljesen kompromisszummentes, egy hihetetlen jó élmény. Még nyilván én elősen málna rajongó vagyok, tehát ilyen szempontból hazabeszélek, de ott tényleg ezek a kis hegyes ízek nagyon jól összerántják, vagy összefoglalják, vagy összekötik ezeket a alapanyagokat. Mindenkinek javaslom, hogy jöjjön ki a rendezvényünkre, és kóstolja meg 19-én és 20-án. Mert ez fontos, hogy azt 19-től lehet így kóstolni, van. De már 18-ától kezdve minden más lehet kóstolni, így mit van. Lehet kóstolni? Így van. Hát a saját gasztrokultúránkat. Tehát itt van egy Kárpát-medencei gasztrokultúra, ami hihetetlenül színes, és mi arra adtuk a fejünket, hogy ennek a gazdagságát bemutatjuk saját magunknak. És azt látom, hogy az évről évre egyre szélesebb, és az emberek ezt évről évre szeretik és értékelik. Ugye mindig az volt a dumám, hogy nem trendi, vagy hát ilyen, nem, éppen nem szitok szó a magyar konyha, de nem annyira trendi, és hogy le kell cserélni ezt a szöveget most már. Tehát, hogy 15 év után azt kell mondjam, hogy az emberek szeretnek kijárni, szeretnek rácsodálkozni ezekre az ízekre. Idén a bográcsosok tüzenfőttek kerülnek ugye középpontba, erre fogunk fókuszálni, hiszen ez pont ennek a gasztrokultúrának egy nagyon erős, nagyon vastag eleme. 1940-ben ről ismert egy kutatás, hogy az asztalon, az ünnepi asztalon 16%-ban találtak a Magyarország területén sült hús ételt. Tehát az összes többi valami párolt, pörkölődött, vagy hát főtétel volt, és pont ez a pici firnisz például pont a pörköltben, hogy ott ez a Maillard reakció mégis létrejön a párolással, pörköléssel, a pörk képződésre, benne is van a nevébe, ugye? Amiért egyébként a kortárs gasztronómia küzd, vagy hát birkózik, hogy ez az umami íz megjelenjen. Ezt a alföldi marhapásztorok tudták, csak hát nem így hívták, azt mondták, húst főzünk. És meg lehet kóstolni az ország kenyerét is. Így van. Illetve az alternatív kenyerét, mert hogy egészen elképesztő, hogy milyen különlegességet lehet majd megkóstolni, és akkor átadom neked a szót, mert már az, hogy jalapeñóról, meg cheddar sajtról beszélünk, meg kenyérről, az ember szájban összefut a nyál. A kezdetektől ugye a rendezvény társszervezője a Pék Szövetség, és ők is meghirdettek egy olyan izgalmas versenyt, ami nagyon szépen fejlődik, és nagyon kezd izgalmassá válni. Ott van egy ország Szent István napi kenyere, van egy alternatív kenyér, illetve egy sétáló sütemény, és valóban kérdés lehet ez a jalapeño és cheddar használat, de közben meg a maga a kenyér egy olyan basic, magyar étel, ami felett nehéz elsiklani. Hol és hány standon lehet mindezzel találkozni? Körülbelül 250 árusunk van idén, konyhák, élelmiszerárusok, főzők, főzőasszonyok, főzőférfiak, és ez a Várkert rakpart előtt a Lánchíd utcában lesz megtalálható 18-ától 20-áig.
Ami szerintem még nagyon különleges, ugye itt elhangzott, hogy 19-től lehet majd akkor az ország tortáit is például megkóstolni, és utána, ahova mi járunk, cukrászdabot már kivonjuk, hogy majd ott kapható szintén ez, hogy ugyanazt teheti az ember mindenütt majd az országban? El lehet egyáltalán ugyanúgy készíteni például egy süteményt, egy tortát? Hát igen, van az a legendás történet, hogy kiírják az étlapra, hogy húsa, hogy a nagyanyám készítette, és akkor délután visszamegy a vendég, nagyon ízlik neki, és azt mondja, hogy ez nem ugyanaz, amit előtt kaptam. Ja, az előtti szakácsnak teljesen más a nagyanyám. Tehát, hogy nem lehet kétszer persze ugyanabba a folyóba belépni, és azért vannak technológiák, technológusok is, kiváló szakemberek, de nyilván azért boltról boltra van egy pici értelmezése ennek a süteménynek. Ezt van, aki örömmel nézi, van, aki nem örül annyira, nyilván ennek az alkotói azt szeretnék, hogy leginkább legközelebb legyen ehhez az eredetihez, de az is egy érdekes végignézni egyébként, akár most belegondolunk az Őrség zöld aranyát, hányféle feldolgozásban lehetted az elmúlt pár évben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az emberek bátran menjenek cukrászdába, és kóstolják meg az összes verziót, melyik a legjobb. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Én köszönöm szépen.